Na, hát nyilván fura érzésekkel vártad ezt a mérkőzést, hiszen a Fehérvártól vagy kölcsönben itt a DVTK-n, és ez volt az első meccsed az új csapatodban, két góllal zártad. Hogy élted meg ezt az egészet? Nagyon örülök, hogy így tudtam bemutatkozni. Kicsit nálamszerű mutatkozás. Úgyhogy nyilván a héten voltak bennem érzések, ugye, hogy jó lesz majd találkozni újra a srácokkal, ugye, akikkel ősszel egész szép sikereket éltem meg, de tényleg ez teljesen félre tudom rakni, amikor eljön a meccsnap, úgyhogy tényleg abszolút nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült. Volt benned némi bizonyítási vágy, hogy megmutasd a Fehérvár edzőjének, hogy kár volt téged elengedni? A csapat iránt nem volt semmi bizonyítási felőlem, mert úgy gondolom, hogy ezt össze bizonyítottam, hogy sokat tettem a csapatért, és egy nagyon jó társaságban voltam benne, nagyon szép sikereket éltünk meg, úgyhogy abszolút nem volt semmilyen érzés felőlem, akár a stáb felé, vagy akár a játékosok felé. Hogy fogadtak egy Diós Győrben? Tulajdonképpen együtt érkeztél az új edzővel. Igen, nagyon-nagyon segítőkészek voltak az első napokban, itt a pályán belül is, pályán kívül is, úgyhogy ez tényleg nagyon megkönnyítette a beilleszkedést, hogy minden gördülékenyebben alakuljon. Ugye azért a Diós Győr híres a szurkoló táboráról, hogy élted meg ezt a szurkolást? Már az elején nagyon látványos élőképpel készültek nektek a szurkolók. Igen, ez valami fantasztikus volt, szóval nem hazudok, ha azt mondom, hogy eddig itt az NB1-es pályafutásom alatt az egyik legjobb hangulatot varázsolták, úgyhogy élmény lesz itt játszani hétről hétre egy ilyen közönség előtt. Ugye a gólatok nagy részét azért a mérkőzés végén lőttétek, úgy alakult ki a 4-0-es végeredmény, de hát a kulcs pillanat az volt, amikor az első fél időben Csongvai Áron kiállították, és hát utána nagyjából fél perce később pedig a vezetést is megszereztétek egy fehérvári angóllal. Igen, nyilván szerepet játszott az is, hogy ember előnyben voltunk, de alakulnak így mérkőzések. Az pedig abszolút nagyon pozitívum volt, hogy erre érkezett egyből egy gól is, ami úgymond löketet adott a csapatnak, hogy igenis ezt le kell zárni, ezt a mérkőzést, ha ilyen esélyt kaptunk arra, hogy győzni tudjunk. Úgyhogy abszolút megérdemli a gratulációt a csapat. Lehet azt mondani akár, hogy jól hangoltatok a keddi kupa meccset, de az Alagerszeg is jól hangolt, hiszen ők is nyertek a mai napon. Mit vársz attól a kupa meccstől? Kemény ellenfél az Alagerszeg, hogy most nagyon jól indították az évet, úgyhogy holnaptól készülünk rájuk, és mindent beleadunk annak érdekében, hogy mi kerüljünk így összesként a mérkőzésen.